Ezen a héten is kilátogattunk a karcagi vásárcsarnokba, és összeállítottunk egy körképet a standokon kapható termékekről. Mi a tapasztalat, miből keresik a legtöbbet, és egyszerre milyen mennyiséget vesznek? Sárga barack, őszi barack. Milyen mennyiséget vesznek egyszerre? 1 kiló, 1,5 kiló, 2 kilóig elmegyünk. Mi lehet ennek az oka? Kevés a pénz. A zöldségek tekintetében mi a helyzet az árakban? A zöldségeknek? Hát elég magas ára van. A zöldségnek is, zeller, karalábé is, sok alják. 1,495. És mennyibe kerülnek? Számszerűsítsük. 350, 150. A zeller 250, a karalábé 150. A tavalyi évhez képest, ez százalékban kifejezve körülbelül mennyi emelkedés mutat? A gyümölcsnek nagyon felment az ára, a gyümölcsnek. Szóval tavaly olcsóbban tudtuk beszerezni, most nagyon drága. Százalékban kifejezve körülbelül? Százalékban? 30%-kal ment fel a gyümölcs ára. Zöldség? A zöldség? Hát annak is szépen felment, 25% minimum. Vásárlók tekintetében mi a tapasztalat? Kevesebbet vesznek, többet vesznek? Kevesebbet, és most már csak a jó minőségű beker. Az áremelkedés mennyire befolyásolhatja a vásárlói szokást? Azért vásárolnak kevesebbet az emberek, mert és most már megnézik jobban, hogy miért vesznek meg, mert csak úgy tudnak kijönni gazdaságosan jobban, hogyha jó minőségűt visznek, és az is egy kicsit lehet esetleg drágábban, és kevesebbet. Zöldségfronton? Nagyon drága a zöldség. Az mit jelent százalékos arányban kifejezve a tavalyi évhez képest? 500 forint a drágább kilója. Itt mi a tapasztalat, egyszerre többet vesznek, vagy inkább kevesebbet egy nagy főzéshez? Hát egy nagy főzéshez az többet vesznek, de inkább kevesebbet vesznek, és jönnek csütörtökön is, és szombaton is a piacra. Mit vásárolt a piacon? Burgonyát, tököt, dinnyét. Ez most nagyon. Árakkal mennyire elégedett? Hát lehetne kicsit olcsóbb, de most mit csináljunk? Ez a nagy meleg, szárasság, ez borzalmas. Mi a tapasztalat az elmúlt évhez képest? Mi az, ami esetleg többe kerül, vagy kevesebbe? Hát szinte minden, kicsit többe kerül minden. Már az eper ugye leérett, az is drágább volt, most itt van a cseresznye, megy, szezon, borsó, minden, kicsit drágább minden. De hát akkor is csak megvesszük. Mi a tapasztalat most, amikor egyszer-egyszer eljön vásárolni a piacra árak tekintetében? Árak tekintetében sajnos nagyon felemelkedtek az árak. Nagyon drága minden. Uborkát is már ilyenkor én szoktam berakni, ezt a kovászos uborkát. Hát még mindig 300 forint kilója, de azért csak megvesszük, mert szeressük. Ilyenkor esetleg nagyobb mennyiséget vásárol, vagy éppen a pár napra elengedőt? Inkább amit elfogy, mit tudom én, egy pár nap alatt, mert azért az őszi barack sokáig nem bírja. Egy. A másik meg amennyire telik a kis nyugdíjból, úgyhogy mindig egy kicsit ebből és abból is, és akkor másik hónapban megint, de megveszek itt pár dolgokat, olyat, amit szeretek.